1940, 400 Jews boarded an aging paddleboat steamer in a last-ditch effort to escape the Nazi blitzkrieg of Central Europe. Refugees from Hungary, Austria, and Czechoslovakia. They crowded onto the narrow decks of the Pencho and set sail down the Danube. Their destination, freedom, and a new home in Palestine. On a fantastic journey that would take them more than 4,000 miles across the waters of the Black Sea, Aegean, and Mediterranean, they suffered shipwreck, near starvation, and imprisonment before reaching their final goal. This is their story, their odyssey, the voyage of the Pencho. After their launch from the river port of Bratislava, the surviving passengers of the Pencho gather in Piraeus, Greece. It is early summer 1985. They're here with wives, husbands, children, and grandchildren to relive one voyage with another. In the course of their four-year, 23-day odyssey at sea and in detention camps, a lifetime of friendships were born. When the Pencho passengers did finally reach Palestine, they came as members of a large extended family whose ties have been maintained to this day. Every 5 years, they hold a reunion in Israel, where most of the Pencho family lives. Now, once again, they board ship, only this time a luxury liner, on their way to rediscover the landmarks of their journey. The voyage of the Pencho was part of a larger scale rescue operation called Aliyah Bet, organized to smuggle Jews out of Hitler's Europe and into British controlled Palestine. Many of these potential emigrants were recruited from the ranks of the Beitar Youth Movement, which combined paramilitary and agricultural training with Zionist ideology. Two local Beitar members were responsible for the purchase, outfitting, and command of the Pencho. Both have come aboard for the return voyage. Zoltan Shock was Beitar's inside man in Slovakia, who arranged the purchase of the Pencho and outmaneuvered authorities who tried to stop its passage. Once on board, he served as route master, handling the tricky negotiations with port officials in each of the 8 countries along their way. Alexander Citron, who later changed his name to Yehoshua Halevi, was Beitar's regional commander in Slovakia, charged with recruiting the passengers for the Aliyah Bet rescue mission. Citron's blunt military style and natural-born leadership abilities helped maintain a strict order among the hundreds of refugees crammed below the Pencho's deck. Together, he and Shock promised their would-be emigrants that a seagoing vessel was waiting in the Black Sea to take them to Palestine. Conditions on the Pencho were poor by any standards. The entire ship measured a mere 40 feet wide. Passengers in the holds were squeezed by threes onto bare board bunks with 20 inches of space per body. There was little air and less light.
The men's hold was nicknamed Akko after the British prison in Palestine. The quality of the crew also left much to be desired. The captain, Igor Markeyevich, was a one-legged ex-Russian naval officer and morphine addict who had lost his mariner's license as a result of his drug habit. The other sailors were picked up with promises of cash payment upon delivery of their human goods. No one who saw the Pencho zigzag out of Bratislava would have dreamed of it ever reaching the Black Sea, let alone Palestine. A newly added wooden superstructure made the 294-ton craft dangerously top-heavy for a flat-bottom boat built at the turn of the century. The first days of the voyage took them downriver through Hungary and on into Yugoslavia. In Bezden, 101 new passengers were taken on board, Jewish refugees recently released from German prison camps. By the time they docked in Dobra, the crowding had reached unbearable proportions. Food ran short, and lichen bedbugs became a serious problem in the severe summer heat. Citroen's Beitar members worked hard at maintaining discipline among the teeming numbers between decks by rationing food, setting ship rules, and punishing offenders. For 6 weeks, the Pencho was stalled at the Yugoslav-Romanian frontier where Schalk tried to negotiate for their continued passage. As the days passed, he and Citroen argued over the issue of who should represent them at these talks. The river authorities feared the ship would sink in the narrow Kazan defile and block all upstream traffic, which included Romanian oil shipments to the Nazi war machine. From the sweltering deck of their steamer, the Jewish passengers watched as German soldiers sailed by en route to combat leave on the shores of Black Sea resorts. Their own travel stalemate ended when the Yugoslav government sent a tugboat and barges to escort the Pencho through the dangerous river pass. On September 14, 1940, 4 months after setting out, their boat reached the Black Sea port of Sulina. Here, Citroen and Schalk were forced to confess that no seaworthy vessel was waiting for them. They had no choice but to continue on the Pencho. A week later, they were steaming southward, 514 homeless refugees on a sidewheel paddle boat with no radio, no navigation equipment, and only one serviceable lifeboat. Captain Markeyevich steered a course that hugged the Bulgarian coast. For the first time in its long life, the Pencho was going out to sea. Akkor a hajó arra felé hajlott, és az öreg orosz kapitányunk ezt a cári Oroszországtól örökölt. Oroszul kiabáltak, na drugu stranu, másik oldalra. Akkor átmentek egy néhány a másik oldalra. A Fekete-tengeren csináltunk egy külön osztagot, 6 vagy 7 fiúból, akik álltak középen, és balanszírozták egy ideig a hajót. When the Pencho finally reached Istanbul, the Turkish authorities refused them anchor. They had no alternative but to sail onwards through the Dardanelles and out into the Aegean Sea. Here, tensions between Schalk and Citroen came to a head over the future of their joint command. When they docked in the Lesbos port of Mytilene, Schalk resigned his post. Csoport vezetője? Hivatalosan, nem hivatalosan, de voltam. Azt akarták, hogy vegyek a tárgyalásokhoz mindig valakit magammal. Ellene voltam. Ebből kifolyólag kezdtek surlódások, nézeteltérések, és az annyira került, hogy szerveztek ellenem a hajó különböző frakciókat,
egyszer le akartak fogni, be akartak zárni. Ott a hajón? A hajón. Hogyhogy? Hogyhogy. Azt mondtam, de várjon, hát ez nem egészen ilyen. Mit csinált, vagy mivel vádolták? Hogy terrorizálom a hajót. Elértünk Mitelénére, már a Pencsóban. Ott volt egy gyűlés, akkor azt mondtam, tudjátok mit? Itt van nektek egy írásbeli nyilatkozat, lemondok mindenről, átadom a transportot, csináljátok a dolgokat tovább. Úgy is volt. A fő kifogás az volt ön ellen, hogy túlságosan egy kézbe tartotta a vezetést. Úgy van, pontosan. És azt akarták, hogy ossza meg a vezetést. És ön miért nem akarta? Miért nem akarta, hogy kollektívabb legyen? Mondom, mert ahol ketten vannak, ott öt nézet van. És ott kellett határozni sokszor pillanatok alatt, vagy a legrövidebb időn belül. Igen, hát ha én kimegyek tárgyalni valami kikötőbe emberekkel, akkor nem lehet ott kezdeni debatálni így vagy így, hanem meg kell mondani, igen vagy nem. De amikor ön lemondott, igen, akkor nem félt attól, hogy utána szétesik nem, a vezetés? Nem, én voltam határozva. Ha elsüllyed a hajó, én is elsüllyedek velük. Hát nem, de volt nem más. Csak erről van szó, hát egyéb hibák is előfordulhatnak. És hogyha ön lemond, akkor még az a biztonságérzete sincs, hogy befolyásolni tudja. Úgy van. De tulajdonképpen feladta. Feladta. Miért? Nem tudok mást okot adni rá. Csak azt, hogy nem tudtam, nem voltam képes arra, hogy vigyek magammal embereket, és kint hivatalos közegek előtt kezdeni vitatkozni így, úgy. Nem a természetem. Jó, de ne haragudjon, én azért firtatom ezt, mert úgy érzem, hogy azért a mai napig önben benne van ennek a tüskéje. Ne forszírod. The Pencho steamed southwest from Lesbos to Piraeus and arrived there in time to celebrate Rosh Hashanah, the Jewish New Year. After 4 days, they paddled back out to sea. Mikor kimentünk Piraeusból, és a görögök azt mondták nekünk, hogy menjetek erre a Dodekanézus felé, ami evakuálva van, fel a török partokhoz, egy szép este felé, a nap még sütött, és mi szép simán húztunk. A fiúk csináltak patndekliből olyan ellenzőket a kerek ablakokból, mert a jó utazik, a kicsit becsalják a levegőt is a kabinokba. Az úgy nézett ki, mint ágyú. Szóval csak két oldalról megjelenik hirtelen két olasz gyors torpedó, és szócsővel kiabálnak, gyertek után. Oda kerülünk mostan Pária szigetébe. Bementünk a szigetre, feljöttek a hajóra. Az egyik tiszt azt mondja, oh, most már értem. Mit ért? Hogy miért nem robbantatok fel, mikor szépen simán csúsztatok át az aknamezőtől. Mert a hajónak a mélyárata nem volt elég ahhoz, hogy a mágneses aknákat oda csalja magát. In Stamfelia, the same Italian soldiers who were fighting the war as Hitler's allies showered their Jewish refugees with gifts of food and wine. They redirected the boat south to Crete so as to avoid their own minefields set against the British in the coastal waters off Turkey. The Pencho's real troubles began soon afterwards.
The long run to Crete meant that all fresh water supplies, including drinking water, would be used up feeding the boiler. A decision was made to fill it with a 50-50 mix of fresh water and seawater on the hope that the accumulating salt deposits would not cause any immediate harm. But that was not to be the case. On the second day out of Stamfelia, the boiler exploded. The Pencho was now adrift at sea at the mercy of the winds and tide, with no way of calling for help. With compass in hand, Captain Markievicz chartered a rough course to what he figured was the closest land, the island of Kamilanissi. Then he offered a navigational solution. By sewing together all the sheets and blankets on board and rigging them to the mast, they could turn the Pencho into a crude sailboat. With only the rudder to guide them, he steered towards the island. Hours later, in the dark night of October 10, 1940, on the eve of Yom Kippur, the Pencho crashed against the rocky shore of Kamilanissi. Almost half a century later, the surviving Pencho passengers returned to the site of the shipwreck and the first stop of their return voyage. Their memories have not dimmed with the passage of time. Immediately after the Pencho ran aground on the island reef, Citroen organized a full-scale evacuation of all its passengers. Hajtóanyag a hajóba, csak vitorlák voltak, és jöttünk, látunk egy lámpát, akik, a fiúk, akik előre mentek, mutatni, hova kell a hajónak menni. Éppen nem volt hajtóanyag, a hajó a rossz oldalra ment, és egyszer hallottam, hogy a sziklákba bement. Ahogy jöttünk a szigethez, a hajó egy kicsit megfordult. Először eleinte megütött egy egész keveset. Egy sziklát,
és az megfordította a hajót, és aztán oldalt kezdte ütni. Oda kellett oda vágni, oda ütni, és azt ütötte vagy 21 órát, és aztán ugyanazon a helyen elsüllyedt. Először ketté tört, és aztán elsüllyedt. Nem volt pánik, nagyon organizálva volt a leszállás, volt egy romániai fiú, egy matroz, egy Rosenberg fiú, meg egy Allié török, ők letettek egy ilyen kis hidat, és annan először a gyerekek és az asszonyok mentek. Aztán a férfiak, de a férfiaknak kellett megkeresni, mi van még a hajón, kivinni. És azt kivettük. De mikor már látunk, reggel volt 3-4 óra, már lassan látunk a világosságot, hát akkor tudtunk, hogy van egy szigeten vagyunk, ahol senki se lakik. It was very, very stormy, I told you, and not like today, it was 10 times more stormy. So we just went very quickly out of the ship, but in the morning I saw some of my little details have been left on the ship, and we just, it was very dangerous, but I had a little flute with me, and I'm a musician, and without the flute I don't go anywhere. Every step, I'll show it in the ship afterwards. And so I went back, I stepped back into the my place, into my room. It was full of water, and I saw the flute just going on the water. So I put it down, and I dried it afterwards, and I took it on the aisle, and I played all the day. Mi egy arbócot felállítottunk ottan fönn, és egy lámpa volt, egy piros lámpa. Az asszonyok adtak a fehér lepedőket, és oda SOS-t írtunk. This is a kitchen. And this is a queue for the meal. We got only once a day, six olives or something, so such a. And they are looking for water. Yeah, did you find any water? No. No water? No water. Nem volt mit enni, de még marad nekünk valami cvíbak, egy kis makaroni, egy kis konzervált tej. Összeszedtem, kiszámítottam, hogy 14 napig tudunk egy levest főzni, igen, 14 napig, az 500 ember részére. Hát minden esetre, hol van víz? Ne volt nekünk sehol víz, hát nem lehet főzni. A harmadik nap a fiúk, fiatal srácok volt, 250 fiatal fiú a hajón, igen, 25 évig, igen, és dobáltak köveket, és mikor dobáltak köveket, egy kőbe esett egy lukba, igen, és billent, igen, mint valami, mint víz. Azt mondták, víz van itt. Az orvosok azt mondták, egy pillanat, meg kell próbálni, nincs ott gáz. Leküldtek egy égő papíros, igen, és láttak, hogy egészen lement, akkor leszállt az egyik fiú, igen, kötéllel, és fölhozott egy vederbe vizet. A gyerekek részére kaptunk Athénba, igen, Pireuszba egy nagy hordot. Olivabogyó volt, tele fekete olivabogyó. És a gyerekek ezt úgy vitték, mint a bombon. Nagyon szeretik, és ez a szószoros értelmű, a gyerekek ebből éltek, hogy ették a bombot. Az nagyok nem akarták enni, mi nem ismertünk. Ilyen védőt csináltunk kövekből, és itt ültünk és aludtunk, itt. Ez azt hiszem, hogy még abból az időből származik. Ott az a kis öböl fölött, ott ültünk, és terveztük a továbbit. Akkor már mondtam, nem a két matróz jön, hanem jön még két barátom, a Lichtenfeldi és a Lannes. És amennyire lehetett, még csináltunk kisebb javításokat a csónakon. Abba az irányba indultunk, Kréta fele. Az irány, ami bebizonyosodott, aztán az tényleg jó is volt. Egész nap eveztünk. A Lichtenfeld Dimi az egy sportember volt, ereje volt a Lannesnek is, a Herz Jóskának is. Nekem is akkor még több erőm volt. Eveztünk és elértünk olyan közel, hogy láttuk a házakat. Én azt hiszem, hogy az Kréta volt. Mi eveztünk abba az irányba, és az áram dobott minket vissza.
Kiszkedtünk, aztán azt mondjuk, majd megpróbáljuk reggel. Közben éjjel aztán elvesztettük a fényt, elvesztettük a házakat, reggel már nem láttunk semmit. Semmit a világon. Fáradtak voltunk. Éjjel viharos lett a tenger, az Imi az éjjel kiabált. Nézd, mi jön itt? Jöttek a falak, hullámok. Átmentek a hullámok, mi még maradtunk. Azt még mai napig se tudom megérteni. Negyedik nap, a Lannes, aki nem tudott úszni, és a szószoros értelmében lehetett látni, hogy őszül, azt kezdte, repülőgép, repülőgép. És a Herz Jóska mutatja nekem, hogy ő már Dilis. Nem volt Dilis, mert később aztán hallottuk mi is, repülőgép, az megjelent fölöttünk, de mi nem tudtuk, hogy milyen repülőgép, ki az, mi az. Rajta voltak az angol színek, fordult egyszer, elment. Az megint vége van, slussz, megint visszajött. Aztán harmadszor jött, leereszkedett, úgyis fél oldalt, és a pilóta így csinálta kezivel. Thumbs up, szerencse fel. És elment. Nem gondoltuk, maradtunk megint a szárban, ahogy voltunk. De egyszerre csak láttuk a horizonton, úgy, mint innen, fél körbe. Kilőttek óriási, 26 angol hadihajó. Az egyik hajó, az kiszállt abból a csoportból, és jött felénk. Hozzánk farolt a hajó, leengedte kötéllétrát, kiabáltak ránk, hogy gyerünk föl. Alig volt erőnk. Fölértünk a hajóra, hát a lábaink föl voltak marva a tengeri víztől, és az páncél fönt a hajón, ugráltunk, mint a majmok az égetet. Elvittek minket mindjárt fedett helyre, hozták az orvost. Én kaptam egy sírógörcsöt, mint egy gyerek, és kezdtek kezelni minket. Nekem volt egy előkészített angol nyelvben egy sürgőny az athéni Hilfskomitéra, ahol közöltük, hogy ott és ott van 500 és nem 514 zsidó, hajót töröttek, kérünk segítséget. In Alexandria, Schock and his comrades joined up with the Free Czech forces and fought the Nazis in North Africa. Later, his troops took part in the battle to drive the Germans out of France. A year after the war ended, he arrived in Palestine. Back on the island, the shipwrecked passengers waited anxiously to be rescued. Morale ran very low. Food supplies dipped to an absolute minimum. When line fishing proved impossible, the women sewed together a net out of strings. On the evening of the 10th day, the Italians appeared. A 9. nap, mi ülünk itten, egy néhány család gyerekekkel, olvassuk a szigeteket, hét van. Hogy lehet az? Egyszerre csak látszik, hogy óra múlva kezd mozogni a 7., igen, és az volt a hajó, aki aztán lassan közelkedett ide, és elvitt minket. És a dr. Heller, ez az ügyvéd beszélt olaszul, és mondták, hogy jöttek, hogy akarnak minket segíteni és elvinni a Ródi szigetére. Először azt mondjuk, a gyerekeket vittek. Mondták, hogy másnap jön egy másik hajó értünk, ahol én is mentem, és jöttünk akkor a Ródi szigetére. After a harrowing six-month journey, the Pencho met its end. A river barge, shipwrecked, finally at sea. Miraculously, not a single passenger was lost, not on the island, nor at any point along the way. They all survived to begin another ordeal inside Axis detention camps. It would be 3.5 more years before anyone was liberated. Thank you.
Rancho, only this plaque remains, set on the same rocks of Camila Nisi, where the ship's passengers came safely ashore. Back on board their luxury liner, the Pencho family members joined together in singing the song that became their anthem as they bobbed and weaved down the Danube nearly 50 years ago. On their way to Rhodes, old friends catch up on each other's lives. Oscar Salomon settled in America and recently emigrated to Israel. He speaks about his life as a war refugee. At that time, I was determined. Like we've got to be safe, we shouldn't forget what happened and so on. Then I'm going to talk about it a lot. And I got brushed off very badly. And they told me, I went to a party and they told me that I spoiled the party because they came to have a good time. And I was talking about my wartime experiences and they told me I'm gonna stay a refugee for the rest of my life. I'm gonna be a victim of Hitler for the rest of my life. And I'll be shunted by people because people just don't wanna know. Salomon and the others made the 90-mile journey to Rhodes on board an Italian gunboat. Today, after docking at port, they travel across the island by bus. They are headed for the second stop of their return trip, the exact site of the detention camp where, as prisoners, they spent 18 months under famine conditions. During most of World War II, Rhodes remained under Italian control. And it was the Italian authorities there who ultimately took responsibility for the Pencho refugees. Here, inside this courtyard, they lived, worked, and waited. The Italian governor proved less than hostile to his unwanted Jewish prisoners. But the lack of food, shelter, and proper sanitary conditions led to outbreaks of dysentery and other diseases. As winter approached, the Pencho family suffered its first fatalities. Mindenkinek saját magának volt egy ilyen kis kárhely. Nincs ilyen. Én volt a bádogos. Bádogos, asztalos, lakatos. We got 50 centimeters to everyone. 50 centimeters. One, two, three, three. On one group, one of this side, one of the other side. And here we slept for 2 years together. 50 people in this little room. And eat together and sleep together, women and men and children all together on this little road. Voltak kereskedők, akik a milicistákkal kereskedtek meg, vagy kilógtak, vagy mindent lehetett kapni. De a sziget maga érzett, mert blokád alatt volt. És hiába ők sehettek jobban, mint mi az olaszok. Nem sokkal jobban. De fönt a tetőn vörös kereszt volt,
fölmázolva, hogy ne bombázzák, hogy angolok gondolják, hogy ez egy kórház. Ez katonai barak volt, és egyszer láttam, német pilóták fönt voltak, egy éjjel itt voltak, és elmentek. És aztán lejött egy német pilóta, és viccből mondta, nem sokára vége lesz, úgyis Amerikába mentek. Úgy mondta, nekem ez be van írva a naplomba. Én laktam ezen az ablakon, a másik emeleten, itt voltak a lépcső fölmenni, egyszer volt egy eres, széle elvitt az lépcsőket. Egy nő volt, egy nagyon szép lány volt, egy jó szíve volt neki, és mellettem kapott a helyét. Ő nagyon akarta lenni az első az ajtónál, hogy ne lássanak, hogy ő éjjel hazajön. Hát akkor nem volt itt enni, hát hozott a fiamnak nap-nap meleg csokoládét. Olyan finom dolgokat, hogy én adtam neki ezt az első helyet. My friend and me, I was in a very poor house and a friend was in a very rich house. He was in a general in the army, early. And we went to type license for buying bread. So we typed the ration. Today I'm 11 this time. My son is today 22. Wouldn't be able to... No, wouldn't be able. No, I'm not. It's not a joke. No, it's not a joke. Yeah. I say always, I let me spalt this and then we went and I get all my friends and we came here with the bread. So always a bread and for right, you, Mamuka, Mamuka, and Mamuka wasn't here because she, so everybody said, Farkas, where are you? Mamuka, Mamuka. So always she came here and I saw the bread. So it was from this name of the Mamuka. As the months turned into a year, the camp life settled into its own routine. Classes were open for the children, along with kindergartens for those too young to attend. The religious members of the Pencho group held services regularly. Sports and other forms of recreation proved to be very popular. But for some, the trials of confinement proved insufferable, and these few made plans to escape. On Friday, the 13th of February, 1942, five camp members stole a fishing boat in an attempt to row to the Turkish coast. Once out of the harbor, the boat capsized and two of the men who were poor swimmers drowned. The other three managed to reach shore where they were recaptured. On these calm June waters, the survivors of the ill-fated escape attempt honor their comrades who died. Cemetery, the Pencho group members unveiled the stone made especially for this occasion, a memorial to all those who perished during their year and a half long confinement in Rhodes. In the winter of 1942, the survivors continued on to the penultimate stop of their odyssey, Ferramonte, a small town in southern Italy. The transfer of the Pencho group back to the European continent was a reflection of developments in the larger theater of World War II. A decision was made to remove the Jewish prisoners to the Italian mainland, where an infrastructure of internment camps already existed. News of the impending transfer was greeted with suspicion by the Jewish refugees, whose relatives in Central Europe were rapidly disappearing into Nazi death camps. Feltettek bennünket egy teherautókra, kivittek a kikötőbe, és ott az egy katonai hajó, teherhajóféle vitt el első csoportot januárban, vagy februárban, 42-ben. A második csoportot aztán áprilisban mentünk el, ugyanolyan úton. Vonaton érkeztünk ide Ferramontira. The camp was located here in this valley close to the town of Tarsia. Thank you.
On this, the third stop of their return visit, the Pencho group is greeted by the town mayor. Cioè, adesso ci sarà un intervento del capogruppo del mio partito, il professor Toscano, e successivamente conferirò la medaglia che l'amministrazione comunale di Tarsia ha fatto coniare per un rappresentante, la consegneremo al comandante Alevi del Pencho, e questa medaglia simbolicamente, ecco, vuole ricordare un pochino tutti quanti gli ex internati di questo Pencho. Kaptunk 8 olasz lírát naponta fejenként, és ebből élhetett az ember úgy, ahogy akart. Az őrség szintén nagyon humánisan viselkedett velünk szemben, soha nem voltak problémák, de kezdődött a fekete kereskedés a lakossággal, mint mindenütt, mint a háborúval, az mindenütt volt. És akit elfogtak, az bevitték valami börtönbe, Spezzano Albanesen, megesett, hogy bíróság elé állították őket, és a bíró Szivarin azt mondta, mit akartok tőlük, be vannak ők már csukva, küldjetek vissza a testvéreik közé, üljenek ott. In spite of the hardships, the Jewish refugees in Ferramonte lived full cultural lives. Besides the kitchens, each with its own cooking style, they organized schools for the growing numbers of children and sporting events led by Citroën's first-class Beitar soccer team. Drama groups and musical bands performed for enthusiastic camp audiences. Romance also flourished. In an eight-week period over the summer of 1943, no less than 30 couples got married, including Citroën and his fiancée Shoshana Spiegel. Wedding fever invaded the camp. The baby boom followed soon after. Haben wir den Tag festgesetzt als unser Hochzeitstag. Das war inklusive der Feier von dem wir waren Team empfangen, dem Rabbiner Pacifici, und er hat uns gegeben die Trauung in der Ferramonte. Und sind Sie hier getroffen zuerst? Wir haben uns gekannt noch in Rhodos. Von Rhodos bis da. Okay. Dann sind wir nach Cosenza, haben wir auch geheiratet, schriftlich, ja. Gerichtlich, ja. Damit wir Papieren haben. Das Rabbin hat uns gegeben unter die Frau. Wann man lebt, ist hergekommen schon gut. Wir sind da nicht gesund und nicht jung, aber ich habe gesagt, diese Reise müssen wir mitmachen. Das ist nicht leicht. Gleich für uns. Finanziell? Nein, nicht finanziell, gesundheitlich. Finanziell stehe ich denn gar nicht. Ja, das fehlt nicht heute. Heute fehlt uns das Essen. Aber Gesundheit fehlt. Heute kennen wir nicht Essen. Also, damals haben wir nicht gehabt zu essen. Heute kennen wir nicht Essen. Dürfen nicht. Das ist unterschiedlich. Als dann, mikor Mussolini megbukott, Badoglio vette át akkor a hatalmat, Egy éjszakáról reggelig már az őrség, szóval a detektívek, azok már a fasiszta jelvények nélkül jöttek, és mikor szeptember elején egy este álltunk, először szeptember elején, hogy kinyitották nekünk a hátsó kaput, hogy kimehettek az emberek a hegyek közé, mert a német visszavonulás féltették, hogy mégis zsidók vagyunk. De szerencsénkre nem volt SS csapatok, nem voltak itten délen, azok feje voltak, és az a csoport, aki bejött, egy néhány német katona, azok a régi tartalékosok voltak, vizet akartak ott inni, és nem szaladtak el azok a zsidók, akik ott maradtak, akik kaptak pár cigarettát, és azok mentek tovább. Mikor a németek már elmentek, az angolok még nem érkeztek meg. Küldtünk küldöttséget, hogy keressék a felszabadítókat, hogy mikor jönnek már ide. Mikor a fegyverszünetet kötöttük, mi kint voltunk a tálba, és látok, hogy Cosenza felül tűzek gyúlnak fel, egyik ásk után a hegyek,
a hegycsúcsot. Egyik a másik után mind a két oldal. És akkor tudtuk, hogy ez a fegyverszünet, az még nem lett, akkor kezdődött a tánc. Ferramonte became the first Axis prisoner of war camp liberated by Allied forces during World War II. After 8 more months of delays, the remaining Penchot refugees boarded one last ship en route to the port of Alexandria in British-controlled Egypt. They would reach Palestine, finally, by train. People of Tarsia have come out in number to honor the Penchot family with a commemorative parade. Along the parade route, old friends have a chance to get reacquainted while dancing the tarantella. June 2nd, 1944, more than 4 years after setting out, the passengers of the Penchot reached the last stop of their odyssey. Most found a safe haven in what was about to become the modern state of Israel. Others followed their fortunes to England, America, Australia, and beyond. Today, the members of the Penchot family are spread out all over the world. Every 5 years, they gather in Tel Aviv to recount their journey and renew the family ties. The last reunion is planned for 1990 on the 50th anniversary of the Penchot's voyage. The survivors, their children, and grandchildren carry on the family tradition, trading stories about their journey with those who have never heard and those for whom it may be the 100th time. What they choose never to forget
is the Holocaust which befell the Jewish people and from which they themselves were saved when a riverboat steamer paddled out to sea. אשר לחוף המולדת לא זכו להגיע, ומספרם הולך וגדל במשך 40... One-third of our nation was slaughtered at the hands of the Nazi criminals. They did not perish by the sword, but by fire and suffocation, in cold blood and with their backs turned. Men, women, and children alike, destined to share the same deadly fate. This we shall never forget nor forgive.